Krishna Nam Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 It's a very nice story in our Gaudiya traditions. Van egy nagyon szép történet a Gaudiya Vaishnava hagyományunkban. It's a story about Narahari Chakravarti Thakur. Ez Narahari Chakravarti Thakur története. He was lamentating because he didn't saw Vishwanatha Chakravarti Thakur. Egy alkalommal nagyon szomorkodott és keserget, mert sohasem láthatta Vishwanatha Chakravarti Thakur. Narahari Chakravarti, he was a disciple of Nrisimha Chakravarti. Narahari Chakravarti, ő Nrisimha Chakravartinek volt a tanítványa. Nrisimha Chakravarti was the disciple of Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Aki pedig Vishwanatha Chakravarti Thakurnak volt a tanítványa. Vishwanatha Chakravarti Thakur was one of the very important acharyas in our tradition. És Vishwanatha Chakravarti Thakur az egyik legfontosabb acharya a Vaishnava tradícióban. So it's something like our case. We have Srila Prabhupada, the founder acharya. Vele is olyan, mint a mi esetünk, mi is ilyenek vagyunk. Srila Prabhupádhoz viszonyítva. Who physically saw Srila Prabhupada from here? Ki látta közülünk két személyével Srila Prabhupádot? Nobody, but we are connected. Senki. We are connected to Prabhupada through our spiritual master. De a lelki tanítómesterünkön keresztül kapcsolatban állunk Srila Prabhupádot. Sometimes we can get some ideas that, wow, I missed the opportunity to associate with Srila Prabhupada. Néha eszünkbe jut ezt, hogy azon keserünk, hogy ó, milyen kár, hogy én nem találkoztattam személyesen Prabhupáddal. Because if I could take birth for 20 years earlier, perhaps I had a chance. Miért nem születtem 20 évek korábban, akkor biztos találkozhattam volna vele. So Narahari Chakravarti, he was in the same mood. Narahari Chakravarti, akkor ugyanilyen hangulatban volt. He was crying and lamentating that why I missed the opportunity to see Vishwanatha Chakravarti Thakur. És csak sírt és ezen kesergett, hogy miért nem találkozhattam én Vishwanatha Chakravarti Thakurra. And he was also crying and the names of different previous acharyas. És sírt és az előző acharyáknak a neveit szólította ő. That he missed. Mindazokat felsorolta, akikkel nem találkozott. Once he was listening to some lecture. Egyszer egy lecture-t hallgatott. Which was given by Lakshmananda. Amit Lakshmananda tartott. He was a great Vaishnava also. Egy nagyon nagy Vaishnava volt ő is. Lakshmananda, he was in great details. He was glorifying Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur's character. És ez a Lakshmananda nagyon részletesen dicsőítette Vishwanatha Chakravarti Thakur tulajdonságait. So at that time, the mood of separation with Vishwanatha Chakravarti Thakur became very intense. És ekkor nagyon erőteljessé vált ez a fájdalom, amit Vishwanatha Chakravarti Thakur távollétében érzett. And Narahari Chakravarti, he fell into a samadhi, a trance. És Narahari Chakravarti Thakur ekkor teljesen transzba esett samadhiba. It is said that in his trance he was rolling out on the ground. És ebben a transz állapotában csak hentelgett a földön. From the temple of Govinda Dev in Vrindavan. Vrindavani Govindadev templomból. From the temple of Gopishvar Mahadev. Gopishvar Mahadev templomáig. Quite a distance. Elég hosszú távolság. And the Vrijabhasis, they were amazed. És a Vrijabhasik nagyon elámultak. And they came to that place to see a genuine spiritual emotion, samadhi. És eljöttek oda, hogy megnézzenek egy igazi érzést, samadhit. Almost all of Vrindavan gathered around him, around his body. Ott volt egész Vrindavan, oda sereglett, és ott álltak körülötte. Meanwhile, it is said that in his spiritual body, közben ő a lelki testében, Narahari Chakravarti Thakur, he saw Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ezen a lelki testében tényleg látta Vishwanatha Chakravarti Thakurt. And he said, Narahari, why are you lamenting? És Vishwanatha Chakravarti Thakur megkérdezte, hogy Narahari, miért sírsz, miért keseregsz? Why are you not peaceful? Why you just don't serve your spiritual master? Miért nem vagy csak békés? Miért nem szolgálod békésen a lelki tanítómesteredet? Why you want to see me? Miért akart engem látni? And Narahari could not answer anything. Narahari nem tudott mit válaszolni. Then Vishwanatha Chakravarti Thakur gave him a chamara.
Suddenly, Lord Chaitanya, Panchatattva, our six Goswamis, everybody appeared. And Vishwanatha Chakravarti Thakur told him, now you should worship with this chamara and Lord Chaitanya. És akkor Vishwanatha Chakravarti Thakur azt mondta, hogy na ezzel a csamarával most akkor imád az Úr Chaitanyát. Nityananda is the guardian of devotion. Az Úr Nityananda az odaadásnak a védelmezője. So Nityananda saw a new face. És akkor az Úr Nityananda látott egy új arcot. He came to Narahari Chakravarti. Odaért Narahari Chakravartihoz. And he asked, who are you? És megkérdezte, ki vagy? And Narahari Chakravarti could not answer anything. És már Narahari Chakravarti nem tudott mit válaszolni. Then Vishwanatha Chakravarti Thakur intervened. Akkor közbelépett a Vishwanatha Chakravarti. This is Nisimha Chakravarti's disciple, he's okay. Ő Nisimha Chakravarti Thakur tanítványa, rendben van vele minden. And Nityananda said, oh, he is in our group, Ramachandra, Kaviraj's group. És akkor az Úr Nityananda mondta, ó, akkor ő Ramachandra Kaviraj csoportjába tartozik. It is said that Nityananda Prabhu, he is tasting. Makes test. Az Úr Nityananda mindig teszteli a baktáit, próbára teszi a baktáit. He is a detector, spiritual detector. Ő egy ilyen lelki detektív. He is looking at your face. Ránéz az arcodra. If your face is genuine. Hogyha őszinte az arcod. You get genuine mercy. Akkor igazi kegyet kap. If not. Hogyha nem. Then you get little mercy. Akkor nagyon kevés kegyet kap. But he is always giving mercy. Valamennyit mindig ad. So, Nityananda then, he looked at Narahari Chakravarti Thakur more closer. Nityananda Prabhu még közelebbről megnézte Narahari Chakravarti Thakur. He grabbed him by the hand. Megfogta a kezét. Took him to Lord Chaitanya. Odavitte az Úr Chaitanyához. And told to Lord Chaitanya, here is a new devotee. És mondta az Úr Chaitanyának, itt egy új bakta. Lord Chaitanya was very happy and ecstasy. Az Úr Chaitanya nagyon boldog volt, extázisban volt. And Lord Chaitanya was looking at Narahari Chakravarti Thakur. Az Úr Chaitanya nézte Narahari Chakravartit. And he touched him with his feet. És megérintette a lábával. And then Lord Chaitanya, he took him and threw him to Advaita Acharya. Aztán Lord Chaitanya fogta Narahari Chakravartit, és odalökte Advaita Acharya. Advaita Acharya grabbed him. Advaita Acharya is megfogta. Who is that? New one. Ki ez? Ez az új ember. And Nityananda said, yeah, you should sign the recommendation. És akkor az Úr Nityananda mondta, hogy új ember, neked is alá kell írnod ezt a ajánlást, meg kell néznek, hogy alkalmas. But the shadow was a kind of like, yeah, it's genuine, okay, who's the standard? Az Úr Nityananda így fordult a nézőgette, jó van, őszinte megkapja a lényeget. He drew him further to Gadadhar Pandit. És tovább is a Gadadhar Panditnak. Gadadhar Pandit also danced with him, yeah, he's dancing, alright, nice. Gadadhar Pandit táncolt, és akkor ő mondta, hogy ő is táncol, jól van, rendben van. Then Gadadhar Pandit threw him to Srivast Thakur. Aztán Gadadhar Pandit tovább dobta Srivast Thakurnak. Meanwhile there is a roaring wild kirtan going on. De közben végig nagyon, nagyon lelkes kirtan volt. So they're watching him, they're looking at him. És ezzel mindenki őt nézte. Okay, Srivast Thakur also threw him to Six Goswamis. Aztán Srivast Thakur is jóvá hagyta, és továbbadta a hat Goswaminak. So I can give a whole list, signatures. Egy egész hosszú listát tudok adni, hogy kik írták alá. Spiritual bureaucracy. Ez egy lelki bürokrácia. But finally he came to his guru. De végül visszatért a saját gurujához. Nisimha Chakravarti. Nisimha Chakravartihoz. And the last word was up to him, to Nisimha Chakravarti. És az utolsó szót neki kellett kimondani a Nisimha Chakravarti. Nisimha Chakravarti said, yes, he is mine. He's. És aztán Nisimha Chakravarti azt mondta, igen, ő az én baktám. He is qualified. Ő alkalmas. Then Lord Nityananda was so ecstatic. És aztán Lord Nityananda olyan ecstatisban volt. He grabbed Narahari Chakravarti by hair. Megfogta a Narahari Chakravartit a hajánál fogva. Dragged him to Lord Chaitanya. Oda vontott az Úr Chaitanyához. And touched with his head Lord Chaitanya's feet. És a fejét oda nyomt az Úr Chaitanya lábához. Lord Chaitanya was smiling, laughing. Az Úr Chaitanya még nagyon hangosan nevetett. And then Nityananda said one very interesting thing. De ekkor az Úr Nityananda mondott egy nagyon fontos dolgot. Nobody will have access to the spiritual world. Senki nem léphet be a lelki világba. Without his guru's mercy. A lelki tanító mestere kegye nélkül. I will reject anyone who is coming here without his guru's mercy. Mindenkit megtagadok, aki a lelki tanító mestere kegye nélkül érkezik ide. And then Lord Chaitanya looked at Narahari.
És aztán az Úr Csétanya ránézett Narahari-ra. Narahari, what do you see? És aztán megkérdezte tőle, Narahari, mit lát? You can imagine his state, you know, he was perplexed completely. El tudjátok képzelni, hogy milyen állapotban volt, teljesen meg volt zavarodva. Suddenly the whole Navadvip disappeared. De aztán hirtelen egész Navadvip eltűnt. And he saw Radha and Krishna. És Radha Krishna-t látta. And there is very confidential descriptions about what is happening there, but I'll not get into it now. És itt következik egy nagyon bensőséges leírás arról, hogy mi következik, de ebbe most nem fogok belemenni. The point is that Narahari Chakravarti Thakur understood that Radha and Krishna, they combined as Lord Chaitanya and they appeared in Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya. Narahari Chakravarti Thakur megértette, hogy Radha és Krishna egy testben Lord Chaitanyaként jelentett meg a Kali Yugában. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahyanya. Lord Chaitanya is not different from Radha Krishna. Az Úr Chaitanya nem különbözik Radha Krishnától. And then this whole vision disappeared. Ekkor az egész jelenet eltűnt. And Narahari Chakravarti Thakur, he came to his senses, to his external consciousness. Narahari Chakravarti Thakur magához tért, újra érzékelt a külvilágot. He saw all the Vrijabhasis who gathered around his body. Látta maga körül a Vrijabhasikat, akik oda gyűltek. And it's very simple, he just started a rolling kirtan there. És aztán minden további nélkül egy hatalmas kirtant elkezdett. And this story really touched me. Ez a történet engem nagyon megragadott. I heard it from Madhavananda Prabhu. Madhavananda Prabhu-tól hallottam. Because this story is very clearly demonstrated that you cannot have the access to the spiritual world or to other sources of mercy if you ignore your own source of mercy in the form of your own spiritual master. Mert világosan nem tudja, hogy nem kaphat meg semmiféle kegyet a lelki világban, nem juthat el senki másnak, egyet nem kaphatod meg, hogyha a saját lelki tanítomestered kegyében kaphatod meg, aki a te inspirációdnak a forrása. We should understand that we have the access to the spiritual world only through our spiritual master. Meg kell értenünk, hogy az Úrhoz egyedül a lelki tanítomesteren keresztül juthatunk el. At the same time, in order to understand better our spiritual master, de aztán ahhoz, hogy még jobban meg tudjuk érteni a lelki tanítómesterünket, we should beg the mercy of our previous acharyas. A korábban az ácsárják kegyéért kell könyörögni. Six Goswamis. A hat Goswamihoz. Srila Prabhupada. Srila Prabhupádhoz. And then also Srila Maharaja once said that mercy is like small particles of sand. Srila Maharaja azt is mondta, hogy a kegy olyan, mintha pici, apró homok szemet lenne. Never get 1 kilo of mercy. Nagyon ritkán kapsz egy egész kiló kegyet. You get it sand by sand, you know. Csak homok szemeként kapod meg. Accumulating. És csak gyűlik. And this is our sadhana. És ez a mi sadhana. Sadhana means to gather, to accumulate this mercy. Sadhana azt jelenti, hogy apránként rakod össze ezeket a homok szemeket. We don't have this empiric sadhana. Nem lehet a lelki világba eljutni, csak a mi erőfeszítésünk által. Nincs egy ilyen empirikus útja. But the point is that we need sadhana to get Lord Chaitanya's mercy and the Lord's associate's mercy. Az tehát a lényeg, hogy meg kell kapnunk a bakták, a lelki tanítomester kegyét, ahhoz, hogy aztán megkapjuk az Úr kegyét. And all the devotees around us mercy. És minden baktának a kegyét, aki körülöttünk van. And then year by year, day by day, we are gathering these particles of sand in our hand. És aztán nap után gyűjtögetjük ezeket a apró kis homokszemeket, a kegynek a kis homokszemeit. Suddenly one day, they will be enough. És aztán egy napon elég lesz ahhoz. Lord Chaitanya will see, oh yeah, you work it. Hogy az Úr Chaitanya lássa, hogy új, igen, keményen dolgoztam. And then he will reveal himself. És akkor föltárja majd magát előtte. Prabhupada said that the goal of Krishna consciousness is to see God face to face. Srila Prabhupada azt mondta, hogy a Krishna tudatnak a célja az, hogy szemtől szembe láthassuk Istent. So we have the possibility also to have our own revelation. Mert nekünk is megvan arra a lehetőségünk, hogy ilyen kinyilatkoztatásban legyen részünk. First deserve, then desire. De először ki kell érdemelnünk ezt, és utána vágyhatunk csak rá. This revelation will be a consequence of our endeavor to get the mercy. Ez a kinyilatkoztatás, az csak a következménye lesz annak, hogy mi megkapjuk ezt a kegyet. The most easy way to get Srila Prabhupada's mercy and Lord Chaitanya's mercy is to preach their message. A legkönnyebb módja annak, hogy megkapjuk Srila Prabhupada vagy az Úr Chaitanya kegyét, hogy az ő üzenetüket prédikáljuk. And by Sankirtana, by preaching, we can get Lord full. Lord Chaitanya's mercy, Lord Nityananda's mercy, everybody's mercy. És a Sankirtana prédikálással az Úr Chaitanya kegyét, az Úr Nityananda kegyét, mindenki kegyét elnyerhetjük. And we should pray for that mercy, we should pray for that mood.
és könyörögnünk kell ezért a kegyért, könyörögnünk kell ezért a hangulatért. And use those bhajans that we have in our tradition. És ezeket a bhajanokat, amik tradíciónkban lent maradtak. To go deeper, to get a genuine understanding about what does it mean to practice a spiritual life. Arra kell használnunk, hogy mélyen megértsük, hogy hogyan, mit is jelent ez, hogy gyakoroljuk a lelki életünket. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.